Szigetvár belvárosában, a Zrínyi tértől nem messze áll iskolánk, a Zrínyi Miklós Gimnázium szakközépiskola szakiskola épülete, az autóbuszpályaudvar és a vasútállomás közvetlen szomszédságában. A legrégebbi épületrészünket, az egykori polgári fiúiskolát 1901-ben építették. Itt kezdte meg működését a gimnázium 1952-ben. Intézményünkben 2000-től a középfokú képzések szinte minden típusa megtalálható. 2010-től közel 500 millió forintból felújított iskola várja tanulóit. Jövőtök szempontjából meghatározó döntés előtt álltok. Ebben szeretnénk segíteni nektek. Fontos, hogy előtte minden lehetőséget megismerjetek, és a számotokra legmegfelelőbbet válasszátok. Az új és a felújított termek többségében interaktív táblák teszik izgalmassá tanórákat. Tanulóink komfortérzetét a folyosókon elhelyezett szekrények, az új büfé, a tágas aula teszi teljessé. Jó, de milyen képzések közül választhatok? Ha jó tanuló vagy, szeretnél egyetemre vagy főiskolára menni, vagy ha érettségire épülő szakképzést szeretnél, de még nem tudod, hogy mi legyél, akkor válaszd a gimnáziumi képzést. A gimiben két tagozat közül választhatsz. Emelt óraszában tanulhatsz angolt és testnevelést. 4 év után érettségizhetsz, és irány az egyetem. Az emelt óraszámú angol képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik magas szinten kívánnak az angol nyelvvel és a nyelvet beszélő népek kultúrájával foglalkozni. Az emelt óraszámú angol tanterv célja a nyelvtudás állandó fejlesztése, az angol száz kultúra alapjainak megismerése. A csoportban az angol nyelvet a 4 év során magas óraszámban heti 8 órában tanítjuk. Célunk az, hogy diákjaink a gimnázium elvégzése után kiváló nyelvtudással rendelkezzenek, és bármilyen felsőoktatási intézményben esetleg angol nyelven folytathassák tanulmányaikat. Humán és reál érdeklődésű tanulóknak egyaránt ajánljuk a tagozatot. Választható idegen nyelvek az angol mellett a német, az olasz, az orosz és a latin. Rendszeresek a nyelvtanulási lehetőséggel egybekötött külföldi utazások. És mit kell tudni a tesi tagozatról? Az emelt óraszámú testnevelés képzésben heti 8 órában sportolhatsz, foglalkozhatsz választott sportágaddal. A mindennapi testnevelés elsősorban a diákok erőnléti és mozgáskoordinációs fejlődését segítik elő. A tanulók a képzés alatt megismerkedhetnek az atlétika, torna, labdajátékok és az úszás alapjaival. A gimnáziumi évek alatt rendszeres túrázási és sporthoz kapcsolódó közösségi alkalmakat is biztosítunk, ilyenek a gyalogtúrák, a futóversenyek, a lovaglás. A 4. osztály végén a tanulók közép- és emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek testnevelésből, amely felkészít többek között a rendőri, tűzoltói hivatásra. Az osztályban való felvételhez a tanulmányi eredményen kívül alkalmassági vizsga testnevelésből és egészségügyi orvosi igazolás szükséges. És ha érettségit és szakmát is szeretnék? Akkor irány a szakközépiskola. A középiskolát azoknak ajánljuk, akiknek már konkrét elképzelésük van a jövőjükről. A szakközépiskolai 4 év során szakmai tárgyak alapozzák meg az érettségi után szakképzést, vagy az egyetemi továbbtanulás sikerét. Nálunk 3 szakirány működik. Közgazdasági szakirány. A gazdasági életnek mindannyian részesei vagyunk. Az alapvető összefüggések ismerete ma már elengedhetetlen az érvényesüléshez. Amennyiben érdekel az üzleti élet, a pénzügyek, a vállalkozók világa, vagy egyszerűen csak okos, tudatos fogyasztóvá szeretnél válni, akkor a közgazdasági szakon a helyed. Közgazdasági ismeretek nélkül a mai világban szinte élni sem lehet. Nap mint nap halljuk különböző helyekről a hitel, befektetés, árfolyam szavakat. Közgazdasági szakközépiskolai osztályunkban olyan diákok jelentkezését várjuk, kiknek a célja az érettségi megszerzése mellett a közgazdasági ismeretek elsajátítása is. A 9.-10. osztályban heti 5 órában találkoznak alapozó tantárgyakkal, gazdasági ismeretekkel, gépírással, viselkedéskultúrával és kommunikációval. A 11.-12. évfolyamokon az óraszám heti 8 órára nő.
Itt ismerkednek meg az elméleti gazdaságtan, üzleti gazdaságtan, a számvitel, a marketing, a menedzsment alapjaival. A választható idegen nyelvek az angol, a német, az olasz, az orosz és a latin. Informatika szakirány. Informatikai képzésben megismerkedhetsz a számítógép kezelésével, használatával, karbantartási, konfigurációs feladatok ellátásával, valamint a weblapok készítésének módszereivel, azok karbantartásával. Képes leszel honlapok tervezésére és üzemeltetésére, weblap tartalmak tesztelésére és frissítésére. A végzettség lehetőséget ad kis- és középvállalatok internetes megjelenésének ellátására irányuló munkakör betöltésére. Kereskedelmi szakirány. Kíváncsi vagy? Nyitott vagy az emberekre és a világra? Szeretnél eligazodni az áruk, az üzlet és a pénzvilágában? Gyere kereskedőnek! Kereskedőre minden szakmának szüksége van. A kereskedelem, az előrejutás, az érvényesülés iskolája. Mindezt megtanulhatod itt, nálunk. A kereskedő legfőbb erénye, tudománya, hogy megtanul változtatni, megtanulja eladni önmagát. Nem tudod, mi legyél? Nem tudod, milyen szakmát válasz? Gyere kereskedőnek, és megtanulsz érvényesülni, megtanulsz előrejutni. Kereskedő leszel, és kitágul előtted a világ. A kereskedelem, a termékek, az áruk, a reklámok egyre inkább átszövik napjainkat. Kereskedelmi szakközépiskolai osztályunkban olyan diákokat oktatunk, akiknek az érettségi megszerzés mellett a kereskedelmi ismeretek elsajátítása is célja. A 9.-10. osztályban heti 5 órában találkoznak az alapozó tantárgyakkal, gazdasági ismeretekkel, gépírással, viselkedéskultúra és kommunikációval. A 11-12. évfolyamokon az óraszám heti 9 órára nő. Itt ismerkednek meg az elméleti gazdaságtan, áruforgalom, marketing alapjaival. Választható idegen nyelvek az angol, a német, az olasz, az orosz és a latin. A 4 szakközépiskolai év után le kell érettségizned, majd 1 vagy 2 év alatt szerezhetsz technikusi szakképesítést. Erre nálunk 2 szakon, informatika és kereskedelmi szakokon van lehetőséged. Itt szerezhetsz OK és webmester, illetve kereskedő szakmát. Ha minél hamarabb dolgozni szeretnék, milyen szakmákból választhatok? Iskolánkban 3 év alatt szerezhetsz szakmunkás bizonyítványt. 9. évfolyamon csak elméleti szakképzés folyik, a gyakorlati képzés a 10. évfolyamon kezdődik. A tanulók a munkáltatójuktól ösztöndíjat kapnak. Az iskolánkban oktatott szakmák közül a köműves a régió hiány szakmája, ezért ezek a tanulók tanulmányi eredményük alapján havi 10 és 30 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülnek. A 11. évfolyam szakmai vizsgával zárul. Válasz az élelmiszer és vegyi áru eladó szakmát, ha szívesen dolgozol a közösségben, és képes vagy felelősséget vállalni önmagadért. Ha szereted a változatos, pörgős, minden nap újat jelentő munkát, ha barátságban vagy a számokkal, ha figyelmes vagy és szót értesz másokkal, ha örömet találsz az emberekkel való foglalkozásban. A kereskedelem ősi foglalkozás, mely a világ felfedező útjai által finom modort igénylő elit szakmává vált. A jó eladó a szakma ismereteinek és fogásainak elsajátítása során magáévá teszi az eladói, kereskedői etika szabályait is. Így segítheti igazán a vevőket az áruféleségek közötti eligazodásban, a választásban, a döntésben. Egy jó eladó amellett, hogy pontos áruismerettel bír, gondos gazdája is lesz az üzletnek. Megtanul nyitottabbá, előzékenyebbé, együttműködőbbé válni. A jó eladó megtanulja önmagát eladni, azaz személyisége megőrzésével tanul meg alkalmazkodni, fejlődni. Választ a tartósítóipari termékgyártó szakmát, ha jó kézügyességgel rendelkezel, ha jó a fizikai állóképességed, ha jó a látásod, szaglásod, ízlelésed, ha képes vagy monoton munkát is végezni. A konzervgyártó szakember zöldségek és gyümölcsök feldolgozásával és tartósításával foglalkozik. Munkaköre érdekes, hiszen az alapanyagoknak más-más feldolgozási folyamatuk van.
A termékek gyártása és csomagolása során sok gép és berendezés könnyíti a napi munkafolyamatokat. A konzervgyárak mennyiségi termelése májustól októberig tart, igazodva az alapanyagok érési idejéhez. Válaszd a cipész, cipőgyártó szakmát, ha jó a látásod, szemmértéked. Ha jó a színlátásod. Jó kézügyességgel rendelkezel. Ha szeretsz önállóan is dolgozni. Ha képes vagy tartósan ülő, illetve álló munkát végezni. Ha érdeklődsz egy szép szakmai iránt, melynek hagyománya van Magyarországon és Szigetváron. A cipőkészítés már az ókorban a ruházati ipar nélkülözhetetlen ágává vált, amikor még a lábbeli készítése teljesen kézműipari volt, egészen a 19. századig. A varrógép feltalálását követően megindult a különböző cipőipari gépek kifejlesztése is, mely lehetővé tette a tömeggyártást. Ma a cipőgyártást főleg gépekkel végzik, de hagyományos kézzel varrott cipőknek is megmaradt a hagyománya. Választ a köműves szakmát, ha bírod a fizikai munkát, ha jó a kézügyességed és a látásod, ha képes vagy türelemmel, figyelmesen és pontosan dolgozni, ha tudsz csapatban másokkal együtt dolgozni, ha szeretnél egy olyan szakmát, amire mindig szükség van, amivel mindig lehet pénzt keresni. Az építészek által megálmodott rendkívüli szépségű középületeket, emlékműveket vagy lakóházakat nagyrészt a köművesek építik meg. Ő végzi az alapozást, a falazást, a fal burkolását, vakolását. Munkájának minősége különösen fontos, hiszen ő készíti el az épület vázát, amit aztán a többiek felöltöztetnek. Munkája rendkívül keresett a munkaerőpiacon. Válaszd a szerkezetlakatos szakmát, ha jó a látásod és térlátásod. Ha jó az egyensúlyérzéked. Képes vagy jól összpontosítva dolgozni, akár hosszabb ideig is. Ha képesnek érzed magad zajban, porban, néha füstben dolgozni. Ha szeretnél egy olyan szakmát, amire mindig szükség van, amivel mindig lehet pénzt keresni. A lakatos vasból, acélból és egyéb fémes anyagokból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg, szerel össze, állít be. Gépek javítását is elvégzi, és építkezéseken is dolgozik. Válaszd a bútorasztalos szakmát, ha jó a kézügyességed. Ügyesen rajzolsz, számolsz. Ha szeretsz egyedi dolgokat is csinálni. Ha kreatívnak érzed magad. Ha kedveled a faanyagot, a fa illatát. Szeretnél egy olyan szakmát, amire mindig szükség van, és mindig lehet vele pénzt keresni. Az asztalosság finom szakma, feladata a fa tökéletes megmunkálása. Röngből, fatörzsből készülhet bútor, szék, asztal és mindenféle más használati tárgy is. A patinás bútorok, belső terek faszerkezeteinek megmunkálása, lépcsők, egyedi beépített szekrények készítése pedig már-már művészet, amiért sokat fizetnek a megrendelők. Egy jó asztalosnak sok munkája van, amivel sokat kereshet. Ezt a Leonardo da Vinci által megálmodott oszlopemelőt is a mi asztalosaink készítették. Válaszd a fodrász szakmát, ha szereted a szépet. Ha kreatív vagy. Ha bírod az álló munkát. Ha szereted a kihívásokat. Ha szereted, tiszteled az embereket. Ha állandó pénzkeresetet szeretnél. A fodrászipar divatigényes szakma, ezért állandóan változik. Ennél fogva nem csak az iskolában elsajátított tudásra van szüksége egy szakembernek, hanem a mindenkori divatnak megfelelő állandó szakmai fejlődésre, tudásfrissítésre, önképzésre. Válaszd a pék szakmát, ha jó kézügyességgel rendelkezel, ha jó a fizikai állóképességed, ha jól bírod a meleget. Az emberek mindig esznek kenyeret, ezáltal szakmádra mindig szükség lesz. A sütőipari szakember munkája igen szerte ágazó, kenyeret, kiflit, zsemlét és egyéb péksüteményeket állít elő. Kiemelt szakma, hiszen ezeket az alapvető élelmiszereket minden ember napi szinten fogyasztja. Magyarországon sok pékség van, helyben sütő kisbolt,
és multinacionális áruházlánc, ahol szintén jó eséllyel lehet elhelyezkedni. A munkafolyamatokat gépek segítik, ennek ellenére a munka sokszor nem könnyű, hisz jobbára éjszaka dolgoznak a szakemberek. És a tanuláson kívül? Iskolánk célja, hogy az oktatás mellett a nevelésben és a szabadidő hasznos eltöltésében is segítségetekre legyen, hogy amikor a tanulmányaitok végeztével elhagyjátok az iskola falait, azzal az érzéssel lépjetek ki az iskola kapuján, hogy sehol máshol nem lett volna értelme az elmúlt éveket eltölteni. Rendszeresen szervezünk nyelvtanulás segítő kirándulásokat Angliába, Olaszországba, és nagyon jó a cserekapcsolatunk a németországi Eppingennel. Járunk színházba, moziba, koncertekre. Vannak házi bajnokságok, kosár, floorball, sakk és az udvaron lévő műfüves pályán természetesen foci. Ha akarod, munkatársa lehetsz az iskolai televíziónak. Lehetsz operatőr, riporter, vagy éppen a műsorvágója. Szerepelhetsz az iskolai és a városi ünnepségek, rendezvények, megemlékezések műsoraiban. Szallagavatódra társastáncot is betanulhatsz. Persze előbb a gimiseket várja a gólyatábor, és minden elsősnek át kell esnie a beavatáson. Minden évben harcba szállhatsz az iskolai kirándulónapon a Zrínyi Ász kupáért. A zöld napon pedig megmérkőzhetsz tanáraiddal. Iskolánk már több mint 100 éve fogadja a város és a térség tovább tanulni szándékozó diákjait. Sokaknak már a nagyszülei és a szülei is ebben az iskolában szereztek szakmunkás, illetve érettségi bizonyítványt. Legyetek erre büszkék, és folytassátok ezt a hagyományt. Válasszátok iskolánk régi és új szakképzési lehetőségeit, és modern érettségit adó képzéseit. Gyertek! Vár benneteket a Zrínyi!